Rövid hír összefoglalón következik, köszöntöm Önöket! Első helyezés. Több száz önkormányzat közül az első helyen végzett Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata az úgynevezett üvegfalu programban. A projekt egy civil kezdeményezésű országos felmérés, amely a korrupció ellenességet szolgálja. Áramszünet, hálózatkorszerűsítést végez az E.ON. A folyamat biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a feszültségmentesítés. Ezért augusztus 31-én reggel 8 órától várhatóan 12 óráig a Szórád Márton út 36-os számú lépcsőházában áramszünet lesz. További információt a szolgáltató internetes oldalán a www.eon.hu honlapon találhatnak az érdeklődők. Változás. Pályaépítési munkálatok miatt módosul a vonatközlekedés. A Mávstart ZRT tájékoztatása szerint 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 11-ig a Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonalon végzett karbantartási munkák miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Továbbá az említett szakaszon vonatpótló autóbuszokkal biztosítják a zavartalan forgalmat. Korszerűsítik a Lórándfi iskolában található műfüves pályát. A munkálatok során kicserélik a térelválasztó kerítést, valamint egyes elemeket javítanak, festenek is. A felújításra azért volt szükség, mert a létesítmény állapota a 2016-os átadása óta jelentősen romlott. A fejlesztéseket a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség saját forrásaiból valósítja meg. A rekonstrukciót várhatóan augusztus 26-án befejezik. Megnövekedtek a transzplantációs várólisták. A Szent Pantaleon kórházban ugyan nem végeznek szervelt ültetést, az intézmény része az Eurotranszplant szervezetének. A transzplantációs várólista elsődleges növekedésének oka, hogy lecsökkent a lehetséges donorok száma. A csökkenő édesvízkészlet globális problémaként érinti az emberiséget. Ugyan Magyarország gazdag felszíni édesvízkészlettel rendelkezik, a legfontosabb feladatot ezeknek a területeknek a megóvására kell fordítani. Ennek egyik első lépcsőfoka a vízszennyezés elkerülése és a pazarlás mértékének csökkentése. Értékelő. Nyári gyermektábor, kiállítások és fellépések sorozata. Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött a Munkásművelődési Központ, mint kulturális intézmény. Búcsú. Elkészült a nyár búcsúztató rendezvény programja. Az esemény szeptember 3-án tartják a Városháza téren. Az egésznapos program reggel 9 órakor kezdődik. Légvárak, játszóház, mesebusz várja a gyerekeket. Délután fellép többek közt a Wesley da Capo alapfokú művészeti iskola, valamint a Nagyvenyimi Néptánc együttes. Este 8-tól pedig nagy koncertet ad a Honey Beast. A rendezvényen kiállítók, kitelepülő árusok is részt vesznek. Szakrális Szabad Egyetem. Szeptember 15-én este 18 órakor az Evangélikus templomban egy tájékoztató jellegű előadással elkezdődik a Szakrális Szabad Egyetem program sorozata. Az előadások fő irányultsága az öngyógyítás lesz. Takács Krisztián hazatért. A 30 éves úszó nemrégiben tért vissza Magyarországra a Riói olimpiáról. Az idei ötkarikás játékok már a negyedik volt, amelyen a dunaújvárosi úszó részt vett. Krisztián két számban az 50 méteres gyors, valamint a 4x100 méteres vegyes váltóban képviselte Magyarországot. A sprinter egyik versenyen sem jutott a legjobbak közé. Ezek voltak rövid híreink, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!